Üdvözlök mindenkit, egy határon túli kalandra viszlek titeket ezzel a talenttel. Indulunk Hegyeshalomból Bruckander Lejtába, de ne felejtsük el, hogy ugye a talent két áramnemű motorvonat most még ugye mávoson, de kapcsolunk ÖBB-re. Ugye amit a flörtök nem tudnak, azt tudják a talentek, azaz tudják az osztrák áramnemet is, így tehát a Győrből induló EU-régió vonatok, amik hétvégén csak Bruckander Lejtáig, hétköznapokon azonban vannak vonatok, amik egészen Bécsig közlekednek, ezek a talentek szokták, illetve ezek a talentek tudják elvégezni ezt a feladatot. Ahogy elhagyjuk Hegyeshalom állomást, már érkezünk egyébként Ausztriába, mindjárt láthatjuk az utolsó magyar jelzőt, és hamarosan láthatjuk az első osztrák jelzőt, és érkezünk itt az utolsó magyar, és érkezünk Nikkelsdorf állomásra. Ugye Nikkelsdorfban most, pont amikor itt járunk, a Novarok Fesztivál van, tehát nagyon-nagyon sok utassal, kevésbé józan utassal fogunk találkozni. Nikkelsdorf után pedig hamarosan érkezünk Zundorf, azaz Zurány állomásra. Érdekesség egyébként az osztrák oldalon, hogy ezen vonatokon nincsen fix jegyvizsgáló. Ellenőrök vannak, akik hébe-hóba ellenőrzik, hogy tényleg van-e jegye az adott utasnak, vagy az adott utasoknak, de valójában a motorvonat vezetőnek nincsen jegyvizsgálói segítsége, nincsen menesztés, tehát itt mindent maga csinál. Érkezünk Pándorf állomásra. Ugye Pándorfon egyébként van egy állomás, a Pándorfi, illetve van egy megállóhely, ez majd Pándorf Ort lesz, ezt majd visszafele mutatom nektek. Viszont Pándorfról tudni kell, hogy elágazó állomás, tehát ugye érkezünk mi Hegyeshalom irányából, és itt mellettünk szépen már közeledik a pozsonyi vonal. Ez a vonal szépen Petrazsalka, Pozsony-Petrazsalka állomásra vezet, itt van mellettünk, ahol egyébként közvetlen bécsi vonatok töltik be az utasforgalmi szerepet. Jóval rövidebb az osztrák utasítás, mint a magyar, ezt a motorvonat vezetőnk mesélte nekem, és nem azért, mert ne lenne biztonságos az osztrák, vagy hogy jobb lenne, talán egy picit abban jobb, hogy azért rövidebb, mert bizonyos lokális kérdésekben nem kér számon. Majd mindjárt mondok erre példát is. Igazából ő példaként egy rákosi jelzőt hozott fel, nem is tértünk ki rá egyébként, hogy ez miért olyan különleges, de valamiért különleges,
számomra most igazából lényegtelen, majd egyszer utána járok, és akkor lehet, hogy még videó is lesz belőle. Tehát, hogy ilyen lokális kérdéseket miért kell számon kérni olyan emberektől, akik mondjuk soha a büdös életben még valószínűleg utasként se nagyon fognak Rákos fele járni. Tehát az a probléma a magyar utasítással, hogy rengeteg olyan dolog benne van, és olyan dolog számon is van kérve, melyek lokálisan érdekesek. Mondjuk egy déli alagúti tolatási jelző különlegessége az valószínűleg nem nagyon fogja meghatni azt, aki Bécsbe viszi a talenteket. Érkezünk Bruckander Lejtába, ez most nekünk a végállomás. Ugye mondtam is nektek, hogy most hétvége van, hétvégén csak Bruckig közlekednek a személyvonatok, vagy Eurégió vonatok, bocsánat. Ugye hétköznap pedig vannak olyan vonatok, melyek tovább közlekednek Bécs irányába, azoknak sem túl sok már a megállási pontja innen. Van egy pár vonat, ami talán Götzendorba megáll, de általánosságban Gramatnoisidl, illetve Wien Grillgasse, valamint ugye a Hauptbahnhof végállomás, és több megállási ponttal nem rendelkeznek. Ilyenkor hétvégén ugye ide szépen besuhanunk, és a közös peron másik oldaláról lehet tovább haladni Bécs irányába. Brugból indulunk, és láthatjátok egyébként ezt a kis kék villogást. Tulajdonképpen a jelzésképeket figyelembe veszi a rendszer, és nagyon laikusként, nagyon egyszerűen csak annyit mondok erről a kis jelzésről, hogy a motorvonat vezetőnek egy jelzést ad a rendszer arról, hogy milyen sebességgel haladhat. Ebből már tud következtetni, hogy milyen jelzéskép várható, itt közben kikezel. Szóval nagyon mélyebben nem akarok belemenni, mert hogy nem érzem magam predesztinálva erre. Itt közben közelebbről is mutatom nektek. Pándorfort megállóhely következik, itt mindjárt van egy kiágazás Noisidl irányába, ugye Noisidlön tulajdonképpen cuppangatnak a talentek, hiszen ott is ugye külön ágazik a vonal, mehetünk Eisenstadt irányába, illetve mehetünk Pamhagen Pomogy irányába, valamint ugye vannak közvetlen Fertőszent Miklósi vonatok is, tehát tulajdonképpen akár arra is mehetnénk Magyarország irányába, csak nyilván jóval hosszabb lenne, mint erre, hiszen itt már csak Pándorf-Ort megállunk, utána Zundorf, Zurány, valamint Nikkelsdorf, Miklóshalma, és már Hegyeshalom következik majd. Közben itt a fesztiválozók egy része.
itt pedig érkezünk vissza Hegyeshalomba, ahol majd ugye egy mávos motorvonat vezető veszi át a gépet és viszi tovább majd Győrbe. Én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, mindenképpen iratkozzatok fel, ha nem tettétek, nyomjatok egy hatalmas lájkot, és írjátok meg a véleményeteket, valamint, hogy ültetek-e már Talenten, hiszen ugye azért az országnak egy szűk szegmense az, ahol lehet találkozni vele, valamint hát Ausztriában mondjuk eléggé természetes, szóval akár ott is ülhettetek rajta természetesen. Lényeg a lényeg, írjátok meg, kíváncsi vagyok rá, szeretitek-e, hogy tetszett a videó, legyetek jók, sziasztok!